60 belvárosa, valamint a város szívét jelentő Kossuth tér több elnyert pályázatnak köszönhetően az elkövetkezendő 1-2 évben megújul. Az induló projektek nem csak a városközpontban található műemléképületek felújítását tartalmazzák, hanem a meglévő park felújítását és a növényzet frissítését, ha szükséges, cseréjét is. A Kossuth téren lévő vadgesztenyefák a városi környezetet nem jól tűrik, ezért gyakran megbetegednek, aknázómai és egyéb betegségek elérik. Ezért célszerű ennek a faállománynak a kicserélése, amit nem hirtelen egy alkalommal célszerű elvégezni, hanem egy 20 éves intervallumban. A tér árnyékos jellegének zavartalan megtartása, valamint a növényállomány megújítása miatt szükséges egy hosszú távú fakivágási ütemezés, valamint ezzel egyidejűleg egy faültetési koncepció kidolgozása is szükségszerűvé vált. Ezeket a fákat célszerű a városi környezetet sokkal jobban elviselő, tűrő fákkal kicserélni, ilyenek a kőris, juharfajok például, de a koncepció részletesen javaslatot is tesz, hogy mely fákat célszerű ide kitelepíteni. A park felújításával és a tér rendezésével kapcsolatos felmérések és vizsgálatok elkészültek, amelyek szerint a Kossuth tér középső térrészén található 8 darab vadgesztenyefa állapota megromlott, balesetveszélyesek, ezért indokoltak a kivágások. Az említett Kossuth téri fák kivágására és a pótlásukra vonatkozó tervet 60 város önkormányzatának képviselőtestülete elfogadta, valamint a képviselőtestület pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsága január 29-i ülésén tulajdonosi hozzájárulását is adta. A kivágási munkálatokat a 60 város gazdálkodási non-profit közhasznú ZRT végzi el az elkövetkezendő napokban. A kivágott fákat rászoruló családok között osztják majd szét.